Szervusztok, kedves nézők! Áldjon meg titeket a guadalupai Szent Szűz, Szent Karácsony alkalmával. Szentreggel van, és elfelejtettem hozni a cukrot a kávéba. Úgyhogy kávé vloggal kedveskedek nektek karácsonyra. Ugye Szenteste után én azt mondom, hogy ma akkor a Szentreggel következik, és közben megtudtam, hogy ki az a Guadelupai Szent Szűz. Ugye, az egy eh, Guadalupe Mexikóban van, és ott van egy ilyen szentkép, egy ilyen ikon, ami eh, ilyen, eh, hát felületesen olvastam át, de az a lényeg, hogy eh, akit így eh, Szűzmáriát ábrázoló ikon, ami ilyen csodatételeket, meg ilyeneket tulajdonítanak neki, de nem ez lesz a mai téma, meg nem is a karácsony, de azért úgy gondolom, hogy nem maradjatok Rikári vlog nélkül karácsonykor, bár én most ezt a három napot pihenésre és regenerálódásra szenteltem. Azért egy kis vlog, vlogolás, egy kis vloggerkedés belefér, és ezt már napok óta szerettem volna ezt a vlogot megcsinálni, csak nem volt hozzá energiám, meg időm, és akkor, hát akkor most döntöttem úgy, hogy eléggé kipihentem magam itten a karácsony nulladik napján, úgyhogy, úgyhogy most már van erő vlogolásra cukor. Másban nem használok cukrot, csak a kávéba, és ez egy ilyen régi porcukor. És én ezt is elhasználom. A... Jó van, kicsit ilyen darabos, meg ilyenek, de hát se baj. Na, szóval a mai téma, egyébként -e több téma lett volna, de egyet elfelejtettem, a más, egy másikat meg majd egy másik vlogban hozom fel, úgyhogy ma a grafitizésről szeretnék egy kicsit értekezni. Képzeljétek el, láttam egy filmet, 2010-es film graffitizőkről egész érdekes kis filmecske volt, és hát, és hát a, a graffitihez való viszonyomat szeretném itt egy kicsit feltárni ezt a kicsit ellentmondásos viszonyt, illetve hát kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, úgyhogy Úgyhogy itt a videó alatt, a komment szekcióban kérem, hogy írjátok meg, hogy nektek a graffitizésről mi a véleményetek, tetszik, nem tetszik, üldöznétek, bűncselekmény, művészet, stb. 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 Úgyhogy eléggé megosztanak erről a történetről a vélemények, és az én véleményem is, mint megszokhattátok tőlem, egy kissé árnyalt. Úgyhogy. Úgyhogy, úgyhogy nem azt fogjátok tőlem hallani, hogy letörném a kezét, meg ilyenek, hanem, hanem az egésznek a, a történet, nem, a történetéről, hanem a, az egészhöz való viszonyulásomról fogok most beszélni. Ugye abban a filmben egyébként több ilyen több ilyen dolog is feljött, nekem a Youtube dobta föl, igazából elalváshoz dokumentumfilmet kerestem, és felkeltette az érdeklődésemet, és hát így kétszerre meg is néztem, meg elsőre természetesen elaludtam rajta, mert már késő volt, és másodszorra viszont friss erővel újra néztem a történetet. Na most nem is tudom, hogy honnan fogjam meg a dolgokat, én igazából az első eh, első olyan graffiti élmény, amire emlékszem, illetve, sőt, nem is inkább kezdjük a gyerekkori graffiti élményekkel. Hát ugye, ugye graffiti, amúgy eh, olaszból jött a szó, és ugye falfirkát jelent. Hát falfirka az én gyerekkoromban is volt, de ezek a színes nagy graffitik, meg ezek a ezek a ezek a mindent elárasztó tegek, ugye ezek a kis ilyen szignók, ezek akkor még nem voltak jellemzők, tehát ez a, ez a e, nyugati értelemben vett graffiti, ugye a nyugati kultúrának a graffiti -e, ez még az én gyerekkoromban a 80-as években nem volt jellemző, viszont minden össze volt firkálva, de általában általában ezek a firkák, ezek buszmegállóktól kezdve mindenféle helyeket beborítottak, és ilyen szeretlek, Mari, meg hülye, vagy pityú, meg ilyen szintű dolgok voltak. Néha volt egy-egy szellemesebb is, ugye a piszuárok fölött a WC, WC, nyilvános WC, bódékban, vagy hogy mondják ezt, fülkékben, ugye erőlködés közben a mély gondolatokat az emberek megosztották itt a, 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 a WC többi közönségével, de hát mondom, nem, ugye nem csak a WC-ben, hanem, hanem mindenütt közterületeken, járműveken, megállókban ez jellemző volt. Amúgy Érdekessége, és akkor egy kicsit ilyen történeti irányba is elmegyünk, a, a régi időkben is volt graffiti, de hát ugye annyira nem volt jellemző, hogy főleg, hogyha ilyen évszázados időben megyünk vissza, hogy ceruzákkal meg tollakkal jártak az emberek hanem például nagyon jellemző volt, hogy például puhább tégla vagy kőfalakba bicskával belekarcoltak dolgokat. Vannak ilyen híres karcolatok, például a Budapesten is van, és erről már akartam videót csinálni, úgyhogy a Rikári csatornán majd egyszer ezzel találkozni fogtok. Vannak egész híres, hogy mint a lóvasút baktéria belekarcolta a téglába, unalmába két villamos vagy két lóvasút között, hogy, hogy ő itt szolgált, meg lerajzolta magát a zászlóval, ilyen kis pálcika emberként, meg ilyenek. De egyébként nagyon régi téglafalakban nagyon sok ilyen, ilyen bekarcolt, ilyen graffiti jellegű dolog van. A, az én gyerekkoromban én nem ezekre emlékszem, én az arra emlékszem, hogy tollal, filztollal, hát annyira kinti felületekre, ceruzával nem lehetett, de tollal, filztollal mindenféle dolgokat, mit tudom én, a gyerekek hazafelé, a suliból, unalmukba, legalábbis én nekem van egy ilyen, ilyen emlékem, hogy vártuk az egyes buszt, és akkor valamelyik ö, ö, osztálytársam elkezdte ott a ott a plé megálló uh, falát firkálni. Uh, egyébként egyszer én is elkövettem gyerekkoromban, <laughs> uh, ha jól emlékszem. Uh, ugye ilyen határ sértegetés címén, vagy nem tudom, hogy milyen megfontolásból. Uh, na mindegy, uh, pedig sose voltam egy foci szurkoló, egyszer fölírtam a buszülés, hogy FTC, nem tudom, hogy ez honnan jött, de, <gül> de <gül> de, de egyszer ez megtörtént. Na, szóval... Szóval aztán a rendszerváltással meg bejött ugye az országba, beömlött a nyugati kultúra, amit annyira áhítottuk, mert annyira el voltunk zárva, és hát ezek a különféle ilyen szubkultúrák, meg az ilyen különféle mondhatni szélsőséges formái is bejöttek. A, nyilván a hivatalos popkultúra, egyebek, az amerikai filmek, meg stb. Ugye előtte is ben voltak, csak előtte a, a tűrt vagy a tiltott kategóriába tartoztak, és szűrve, erősen szűrve jutottunk hozzá. Így meg minden formája be tudott jönni, hát nyilván... Nyilván a, a popkultúra, a filmek, az egyebek azok üzleti alapon, és hát ezek meg ilyen, ezek a szubkultúrák, meg ilyen, ilyen úgymond magánimporttal bekerültek az országba. Hát ugye a 90-es éveket mi jellemezte? Ugye az jellemezte, hogy szinte csődbe ment az ország, legalábbis elég rossz állapotba került, elkezdtek, elkezdtek a közterületek nagy arányban, nagy mértékben rohadni, és hát ezeket a rohadó közterületi felületeket, hát megtalálták, megtalálta ez az új szubkultúra, és elkezdődött a grafitizés. Egyébként érdekes ez a film, ez 2010-es, és akkoriban ilyen, ilyen általában mindenki elmondja, hogy vagy a művész nevét, vagy a ilyen, abba a szubkultúrába való nevét, vagy a rendes nevét nem tudom, erre most így olyan pontosan nem emlékszem meg, hogy mikor született, hány éves, tehát akkoriban ilyen 25-30 éves srácok voltak, főleg srácok, egy-két csaj is volt köztük egyébként. A többségük egyébként, legalábbis hát gondolom, akik ilyen filmbe, meg a filmesek látókörébe kerültek, azok, azok, azok olyanok, akik aztán ilyen képzőművészeti irányba is mentek, tehát akiknek ez egy, ez egy vagy hobbi, vagy az önkifejezés, vagy ilyesminek egy-egy formája lett, és egyébként is valamilyen vizuális kultúrában vizuális kultúrában élték a akkor már felnőtt korukat, ugye fiatal felnőtt korukat. De sokan elmondják, hogy ugye úgy kezdték, hogy, hogy, egyszerűen csak így brahiból elkezdtek tegelni. Hát ugye ez a tag, ezt tudjátok, ez az ilyen aláírásszerű, ilyen értelmezhetetlen valakinek a kézjegye. És, 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 és sokan ugye onnan kezdték, hogy csak így brahiból így festegettek, meg fölírkáltak, meg firkálgattak, meg ezek. A, egy másik uh, filmben, ja, tehát nem is film, egy riport, azt hiszem, a valamelyik, uh, valamelyik kereskedelmi csatornán ment uh, korábban. Egyébként ezeket, uh, ezt a kettőt, ezt kirakom majd ide a leírásba. Uh, ott, uh, ott például writerként uh, említik őket, hogy írók, hogy nem is festők, uh, nem is. Festők, uh, nem is uh, tehát nem festők, hanem mint írók, akik fölírják a kézjegyüket a falakra, meg a járművekre, meg ide-oda. Na most, na most fölvetődött egyébként ebben a, ebben a filmben, mert ez egy elég komoly dokumentumfilm kávé, talán van egy órás is, nem is tudom, nem emlékszem pontosan. Ebben felvetődött hogy akkor ezt ők most alkotásnak, vagy rongálásnak, vagy, vagy minek tekintik, és ez, ez, a, ez a része is nagyon érdekes volt, mert mind a kettőre volt válasz, és sokan, sokan meg, illetve volt, aki meg azt mondta, hogy hát igen, van, amit, van amikor rombolunk, van, amikor építünk, úgymond alkotunk, és hát valahol valahol van az a pont, amikor valamit le kell rombolni, hogy valamit újat építsünk. Hát ezek már ilyen filozófiai mélységek, de illetve a filozófiai mélységeknek a felszínének a kapargatása, ebbe úgy nem is mennék bele, de hát ugye, ugye például a mondjuk egy rohadó betonfalat összefesteni, az nem biztos, hogy olyan olyan Úristen, kalapál valamelyik szomszéd. Na, nem baj, nem zavar. Talán a videóban nem hallatszik annyira bele. Tehát az ilyen rohadó felületeket kicsit kiszínesíteni, kicsinosítani, az nem biztos, hogy olyan olyan elvetemült, elvetendő, üldözendő dolog. Csak hát ugye hol van ennek a határa? Ugye a graffitisek többsége azt szereti az illegált. Hát azok, akik. Van azért egy réteg, akik ugye. Meg egyrészt fel is nőnek az emberek, tehát amit, amit 20 évesen jön poén illegálba csinálni, lehet, hogy 30 vagy 40 évesen már jobb egy, egy értelmezhető képet festeni legálisan, amivel nem kell kapkodni, amivel egy, 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 jó körülhatárolt felületet koncepció szerint és szépen be lehet festeni, tehát nyilván ezek a dolgok változnak. Persze van, aki világéletetében illegál lesz, van, aki ugye abba hagyja, mert, mert család ez az amaz, nem marad rá ideje, energiája, kinővi, stb. De azért a legtöbbnek, aki, hát aki nem csak firkágat, és nem csak sportként űzi, a legtöbbnek azért mondjam, a vizuális kultúrához valamiféle köze van, és előbb-utóbb eljut egy bizonyos igényességig legalábbis sokan vannak köztük. Na most egyébként megmondom őszintén ezt a, ezt a céltalan tegelést, hogy mindenhova odabasszam a kézjegyemet, az aláírásomat, ezt én, ezt én megmondom őszintén, én teljesen feleslegesnek tartom, és egy ilyen felesleges sport, hogy én most fel tudom rözelni a metró oldalára, meg a, meg a, mit tudom én, a 8. és a 9. emelet közé a falra, ahová a franc tudja, hogy jutnak, föl, gondolt kötéllel leereszkednek, vagy én nem tudom mit csinálnak, tehát ezek azért veszélyes dolgok is, tör. szóval ezekben a, ebben a részében, a sport részében biztos benne van az adrenalin is, meg hát maga, maga az a veszély, hogyha nem is olyan, hogy mondjuk bemegy a trafóházba és áramütés érheti, vagy, vagy a metróban, vagy a vagy a vonatot festi, és megrázza a felső vezeték, vagy én nem tudom, bár mondjuk az oldalát szokták festeni, de nem akarok tippeket adni senkinek, hogy a vonat tetejét festegesse, és ott rázza meg a 25 kiló volt. Na mindegy, vagy leesik valahonnan, stb. stb. Tehát ezek a veszélyek is megvannak, meg hát ugye nyilván az illegálnak az a veszélye, hogy ugye elkapják őket, és ma már főleg, hogyha, bünte, főleg, hogyha a műemléket fest össze valaki, vagy olyan olyan maradandó kárt okoz, amit ugye nem tudnak utána lemosni, az, az, és a kárértéktől függően ez már bűncselekmény, egy szabadságvesztéssel is ö, fenyegeti a büntető törvénykönyv, szóval érdekes ez a történet. És, és, igen, szóval ez az illegál része is benne van, nyilván ez egy adrenalin dolog is. Ö, de megmondom őszintén, hogy, hogy van az a formája, és régen, amikor ezen a téren konzervatívabb voltam, akkor, akkor mindig azt mondtam, hogy hát kell adni legális felületeket, meg ilyen lerohadt izéket, azt mondani, hogy ne ezeket fessétek végig, mert úgyis ronda meg izé, és nem lesz csak 40 év múlva felújítva ez a, mit tudom én, betonfal, vagy vagy kerítés, vagy mit tudom én, tehát ilyen helyeken kifejezetten jó mutat, és ilyen helyeken én még biztatnám is a grafitiseket, hogy fessék össze. Hát aztán, aztán érdekes dolog a járművek, tehát a, a, műemlékek meg ilyeneknél annál kifejezetten, kifejezetten irritált, tehát azt kifejezetten elítélem, mert az, az a, hogy mondjam, a közösségnek, a, 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 társadalomnak egy olyan emléke, egy, ami, amit, amit nem véletlenül őrzünk meg, tehát azt összefirkálni, az, meg összefesteni, az szerintem kifejezetten visszatetsző. Bár mondjuk egy, azért van az a formája, a, tehát ha én grafit is lennék, akkor például valószínűleg festenék össze műemléket, mondjuk olyat, mint a direkt brahiból, meg figyelemfelkeltésként, például olyat, mint volt a, a népligetben a nagy vendéglő, ami műemlék volt, drogosok használták, omladozott tüze, és a végén életveszélyessé vált, és felújítás helyett lebontották. Tehát az ilyen rohadó műemlékeket, például, ha grafit is lennék, akkor simán összefesteném figyelemfelhívásként. Vagy mondjuk a vagy mondjuk a István rohadó ö, múzeális vagonokat, amiket annó megmentettek, de hát ugye nem lett velük semmi, hát azoknak ugye nem árt, hogyha össze vannak festve, mert úgyis le lesznek csontvázik bontva egyszer, és fel lesznek újítva, ha csak nem semmisülnek addigra meg teljes mértékben. Ugye sokszor ezeknek már csak az alvázza, meg a maximum a az, ami valamennyire használható. De ez az ez a extrém eset amúgy alapvetően a műemlékek összefestését én, én elítélem. És akkor van az érdekes része, amit én nem mondhatnék, de, de, de úgy titkon néha drukkolok a grafitiseknek, megmondom őszintén, és úgy lehet, hogy ez a sötét oldalam, de de néha így, izé, néha így, <laughs> így röhögök magamban, amikor összefestik a vonatot. Bár megmondom őszintén, hogy nem tetszik, amikor meg ahogy a vonatot össze szokták festeni. Az egyik az az, hogy a használati, a használati értékét csökkenti, mert beülök a vonatba, és nem látok ki az ablakon, mert ugye általában az ablakot is összefestik, de ez csak az én szaros a kényelmének a a, a zavarása, meg a másik az azt, hogy ö, én nekem akkor tetszik egy graffiti, amikor, ö, amikor valami jó körülhatárolt terület van lefestve, nem úgy, hogy a vonat oldalán, amed, ameddig elérték, addig lefújják, és akkor van rajta egy ilyen, ugye oda van hányva valami kis izé, úgyhogy úgyhogy meg hát, meg hát egyébként ha a a felettes énem egyébként elítéli a vonatfestést, de a, a, a tudattalanom az, az néha egy kicsit így drukkol neki. Nem tudom, hogy ez miért van, lehet, hogy azért, mert én nem tudok rajzolni, meg festeni, meg na, gyáva vagyok ilyen illegál dolgokra, nem tudom. Meg, meg, nem is az én hobbim amúgy, de, de néha, így, néha így drukkolok, de igazából, igazából olyat szeretnék látni, amikor úgy van telibe fújva mondjuk egy vagon, ami, ami úgy mutat is valahogy, tehát hogy a vagonnal együtt, meg a fújás, meg izé, és ilyet azért általában nem láttunk. De egyébként ugye ma már, ma már ilyen bevonattal vannak a vagonok bevonva, tehát védve, ami után egyébként egy ilyen, azt hiszem, ilyen forró vizes, nagy nyomású lemosással szépen lejön az egész, úgyhogy de valamelyik nap is láttam, hogy a kis össze volt fújva. igen, de mondjuk, 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 mondjuk vagonon nem nagyon szoktam olyat látni, ami szép. Egyébként pont érdekes eszembe jutott, hogy hogy például tehervagonokon milyen jó mutatna, hogyha így le lennének fújva, de nem ez, a, nem ez a, ameddig elérjük, hanem azt mondani, hogy a gyerekek itt van tíz tehervagon, gyertek be a műhelybe, azt valami ezért, azokat a hatósági jelzéseket, azokat így körberajzoljuk, azokat hagyjátok békén a pályaszám, meg az ilyen különböző egyéb műszaki, meg hatósági jelzések, és akkor amúgy megfújjátok telibe az oldalát. Mert szerintem például a tehervagonon kifejezetten jó mutatna, hogyha így, így faltól falig telibe. Vagy, vagy mondjuk a, mit tudom én, a tehervagonnak mondjuk például az ajtaja le lenne fújva, és azon valami értelmezhető kép. Tehát nem csak ezek a jó stílus, csak ezek a betűk is, meg mit tudom én, amit általában nem tudunk elolvasni, de de de, de, úgy, meg főleg mondom azt, hogy csak egy, egy, egy az egyik sarkába, ameddig elérték, addig ráfújják, az úgy, az, úgy, az, az úgy tényleg csak sport, tehát az, az nem ad esztétikai élmény. Amúgy meg, amúgy meg, azokat, amikor például cégek, intézmények, kocsmák, akármik, bulihelyek, így grafitisekkel telibe festetnek falakat, koncepció szerint azokat általában oda már igényes ilyen festések szoktak kerülni, meg mondom, amikor, amikor ilyen falakon, ilyen, például van a, a, legális fal ott a Filatorigátnál, ami a hévből látszik, amit rendre gyakorlatilag műalkotás szintű dolgok szoktak ott, ott alakulni, ezek, ezek kifejezetten tetszenek. Úgyhogy ilyet és sokkal többet szeretnék látni. a, a a vagon oldalának a tudattalanom drukkol, de egyébként a felettes nem meg tiltakozik. És, és még egy dolog, amit, amit ezzel kapcsolatban el szeretnék mondani, hogy ugye az elején említettem a tegeket, ezeket a aláírásokat, ezeket a filszólás, meg mit tudom én, milyen történeteket, amik tényleg csak az, hogy sportból ott hagyom a kézjegyemet. Na ezek például rohadtul nem tetszenek, de meg tudom érteni, hogy a 90-es évek rohadó világán, legalábbis a magyarországi rohadó világán ezek ezek elszaporodtak, és nem véletlenül ma már azért azért például a, például a belváros, az épületek, a műemlékek, azok, azok nincsenek tele ilyenekkel. Hát nem csak a viszony szerepe van egyébként a büntetési tételnek is, de, de, de tényleg rohadó, meg legális felületek felé megy a dolog, hát meg időnként megjelenik azért itt ott, Tehát a az, azt mondták ezekben a filmekben is a srácok, hogy hogy a, a vonat meg a metró az mindig ilyen izzé, az mindig ilyen ilyen kiemelt dolog nekik, hát gondolom, gondolom azért, mert a vonat az elviszi több felé, meg sokan látják, meg meg ugye van benne egy ilyen egy ilyen Hát gondolom, hogy veszélyesebb, meg ugye a, 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 az üzemi területeket őrzik, meg stb. stb. Tehát gondolom, hogy ezért. De a másik az, hogy ugye a tegeket mondtam, tehát most nem akarok még egyszer ismételni magamat, és még egyszer az egészet újra tárgyalni. A tegeket mondtam, illetve. Illetve valamit még ezzel kapcsolatban, igen, tehát hogy hogy, hogy, hogy hogy, nekem akkor tetszik, hogyha valamilyen esztétikai élményt próbál nyújtani. De valamit, valami még eszemben volt az előbb, gyerekek öregszem, és rövidül az eszem. Valami még volt, ami. ami Amire mondtam volna, hogy nem tetszik, és de hát szerintem az, amikor nem ilyen jól határolt területen, hanem ilyen, ilyen teljesen random fújkálnak dolgokat, az például nekem nem tetszik, és én nem is foglalok állást egyébként egyik irányban sem. Nyilván, nyilván a kívánatos az, az hogyha ennek megvolna a legális formája, és, és olyan helyen láthatnánk ezeket, ahol ezek ugye pluszban hozzátesznek a történethez, tehát hogy vizuális élményt adnak. De hát ugye a világ nem ilyen, ugye mindig lesznek akik, akik szeretik az illegált, meg szeretik feszegetni a határokat, tehát mindig lesz olyan helyen is, ahol nem szeretnénk. Meg még egyet a a, a, abba, ahol writer hívják, abban azt hiszem tv 2 volt még nagyon régen. Az a riport. Ott meg egy olyan dolog, az, az, az egy szegedi történet, valamikor a 2000-es évek elején. Ott pedig e, e, nyugdíjas kommandónak hívták magukat. E, valami ilyesmi is a címe, hogy writerek versus e, nyugdíjas kommandó akik próbáltak így megegyezni a, a grafitisekkel, hogy adnak nekik legális falakat, és akkor oda lehet festeni, meg szépet, meg izé, ki is mentek a bácsik, azt hiszem ilyen rendvédelemmel foglalkozott a bácsi, aki ennek így az élére állt, de többen is voltak, és akkor ki is mentek, ott találkoztak is, és mondták, hogy ezeket, meg ezeket a falakat odaadják, és ide fessetek, meg izé, és ott rácsodálkoztak a bácsik, hogy hú, ez milyen jól néz ki, meg mit tudom én, viszont a az egyéb helyeken meg üldözni fogják, és, és az a nyugdíjas kommandó is, meg a fiatal polgárőrök is ott nyilatkoztak, hogy hát nem fogják engedni, meg figyelni fogják, és elkapják őket, meg stb. stb. Na, szóval, szóval érdekes téma ez a graffiti. Tudom, hogy mit akartam még mondani. Egy dolog, egy dolog fura nekem, de a mai, mai világban már nem fura, hiszen manapság ugye a, a, a közösségi médiával, a, az új médiaterekkel ugye ez nagyon elterjedté vált, hogy gyakorlatilag a pillanatnak élünk, a pillanatnak csinálunk dolgokat, és a pillanatnak alkotunk, de amúgy én nekem nem tudom, lehet, hogy én gondolom rosszul, de nyilván vannak olyan műalkotások, mondjuk egy performance, hogy valami, ami a pillanatnak készül, és, és talán, ha fölveszik videóra, akkor, akkor, megmarad az emlékezetben, vagy, vagy pedig tényleg csak az agyban az emlékezetben marad meg. Viszont ugye a graffiti nél, mivel hogy azt, az valahol, valahol üldözött, és azokat sokszor eltávolítják, lemossák, lefestik, stb., ezért valahol ezek az alkotások a pillanatnak készülnek, és érdekes, hogy, hogy hogy valaki úgy teszi oda a, az alkotását, hogy, hogy tudja, hogy ezt onnan jó eséllyel el fogják távolítani. Hát nem tudom én, ha, 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 ha alkotni próbálok, vagy próbálnék, vagy hát így a videózásban néha próbálok is. Na nem itt a vlogokban, mert ez, 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 ez egy más műfaj, de mondjuk a. A főcsatornán néha próbálok alkotni ezt- azt, de olyankor én nekem az a. E, e, olyan. E, hát, ha nem is azt nem is hátsó szándéknak mondom, de azért úgy benne van az emberben, hogy úgy szeretne alkotni, hogy az valamennyire egy időre e, egy bizonyos közösségben maradandó legyen, nem úgy, hogy ott fölfestem, és másnap mondjuk a vonat oldalára, és másnap reggelre lemossák. Szóval, szóval ezt a részét nem értem ennek a is történetnek. Na, hát... Ö, hát írjátok meg, hogy nektek mi erről a véleményetek, ö, milyen graffiti tetszik, milyen nem, tetszik-e egyáltalán, letörnétek a kezét, vagy körbecsókolgatnátok őket. Ö, úgyhogy ezeket a véleményeket, és az árnyaltabb véleményeket meg főleg várom ide a komment szekcióba. És hát én folytatom a karácsonyozást így pizsamában, és pihengetek meg így a így a így a háztartással némi Gyomortartalom töltéssel, de finoman, és ilyenekkel fogok foglalkozni az elkövetkezendő még hátralévő másfél napban, és talán marad idő még videózásra is. Ide a vlog vlogcsatornára, ha nem jön valami különösebb nagy téma, akkor most ebben a két napban gameplay-t fogtok kapni. Aztán, aztán még annyi hirdetés mint az Isten végén szoktunk hirdetni, hogy az aktuális programokat, hogy, hogy akkor Rikári live lesz, ezt szerintem holnapig eldöntöm, és majd bejelentem, hogy 30-án, tehát péntek este, vagy 31-én szilveszterkor tartsam. Hajlok mind a kettőre, de valószínű, és ha egy jobban belegondolok, valószínűleg a szilveszter lesz, 20 óra, akkor live-ozunk egy kicsit a főcsatornán, tematikusra próbálom. Bár ilyen nem hirdetek meg témákat, de de ilyen az év áttekintése, meg ilyen évzáró, meg ilyen dolgok. Tehát ö, ö, ilyesmi tervek vannak, és valószínűleg 31-én 20 óra, akkor aztán, hogy afterezünk-e, utána azt nem tudom, de azt tudom, hogy ha lesz after, most már többször nem volt, akkor az, az ek át fognak költözni ide a vlog csatornára. Hát nem tudom, 31-én még addig, addig, van majdnem egy hét, sok minden történhet, hát ilyen nagy afterezésre, meg italozgatásokra, meg ilyenekre én nem vágyom, de még az is lehet, hogy bekövetkezik. Na, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, tartsatok velem legközelebb is, én kortyolgatom tovább, Szent reggelen a kávét, nektek meg, hogy egy klasszikust idézzek a parlament falai közül. Boldog Karácsonyt! Boldog Karácsonyt! Boldog Karigerit! <laughs> Jaj, de vicces vagyok!